Pál Zoltán Arvisúra Rovó, magánlevele dr. Pataki Lászlónak. 1969. június 7. Ózd. Mindenek előtt bocsánatot kérek, hogy pihenést megérdemlő nyugalmát zavarom. De egy ismerősen felhívta figyelmemet az ifjúsági magazin májusi számára, amelyben szerinte nem csak nekem, de másnak is hobbia a honfoglalás előtti múltunk megismerése. Én természetesen tiltakoztam ellene, de az... Aranyba vert dísztávirat Elolvastam, és végtelenül örültem annak, hogy az én véleményem szorosan megegyezik egy híres, egyedülálló kutatóéval. Én már 41 évet dolgozom az Ózdi-Kohászati Üzemeknél, és négy év múlva, ha megérem, szintén nyugdíjas leszek, és akkor hatalmas feladatot kell megoldanom a közös hobbingban. Az én könyörtelen mesém a következő. Az elmúlt háború végén egy Finnugor partizán csoportba kerültem, amelyiknek az egyik tagja Szalaváré Tura. Mansi Sámán volt, aki azért tanult meg magyarul, hogy nagyapjának tett ígérete szerint elhozza dr. Zsirai Miklós professzor részére a honfoglalás előtti közös múltunk sok ezer éves történetét. Ez hős ifjú szombathely bombázása alkalmával meghalt. Én találtam rá, és haldokolva megkért, hogy hajtsam végre, mint utódja, a rejtélyes múltunk feltárását. Magával hozta az ön által ismert rovások sok ezer éves történetét, amelyet Irjő Szálminen karjalai származású nyelvész professzorral, mint kapitányunkkal átolvastunk. Ez az izgalmas történelmi anyag az egyébként nyugodt természetemet felkorbácsolta, hiszen 347 rovó ember ebben az arvisura feljegyzésünkben lerótta a hajtani vándorlásainkat, és hogyan kapcsolódtunk be a világmindenség kultúrájába. Évről évre izgalmas részletkérdésekben tárgyalta a szellemi kultúránk minden egyes gyöngyszemét, amely szellemi örökség életben tartotta népünket. Ezelőtt 6009 évvel egy magasabb kultúrájú népet, akik, mint hajón utazó kereskedők, megmaradtak a kultúrált földrészük elsőjedéséből, a kínaiak a tengerparti síkságról, a Hangun, Huanghou felső vidékére szorítottak, ahol Ortozban, a Hun törzseknél rokoni kapcsolatuk révén befogadást nyertek. Azonban hiába volt sok kincsük, a tél beállt, akkor elfogyott az élelmük. Ekkor Agaba bölcs ember elejtett egy medvét. A hunok nagyon megijedtek, mert az volt a szent állatjuk, de a bölcsember meggyőzte őket arról, hogy a medvéket az ő világfelügyelő aranyfejedelmük azzal büntette meg rosszaságuk miatt, mindannyian egy medvetoron fejezzék be életüket. Amikor a hunok észrevették, hogy senki nem halt meg a medve húsától, az öregek tanácsának engedélye alapján elkezdték a medvéket vadászni. Ezáltal Agaba szenzációsan megoldotta az élelmezési problémájukat, és ezen az ünnepélyes aktuson megalakította a 24 hun törzs szövetséget. Összeegyeztette a 24 törzs mitológiáját, és a hézagokat kipótolta a magasabb kultúrájú elsüllyedt nép szellemi kincseivel és ezáltal megalapozta közös szellemi kincsünket, amely bennünket 6000 évig életben tartott. Erről a 24 hun törzs szövetség múltjáról a kínai évkönyvek megemlékeznek, hiszen az úzok révén a kínaiakkal szövetségi viszonyba kerültünk. Bár ezt a jó viszonyt később a mongol Tola fősámán megrontotta hódításai miatt. Váltakozó harcok után, a 4470. medvetoros évben mi, az úzok is elhagytuk Ordost, és Dejédes aranyasszony vezérünk uralkodása alatt a Kárpátok övezte síkságra vándoroltunk, és azóta soha nem hagytuk el a hazánkat. Ugyanis 6009 évvel ezelőtt az első medvetoron megszerkeztették a régi kultúrnép írásjeleinek segítségével a rovás jeleinket, és elkezdték a fősámának írni az Arvisúrát amely még a mai mordvinok nyelvén is azt jelenti, igazat mondott szó. Minden fősámán életéről írtak egy arvisurát, amelyben megörökítették a 24 hun törzszövetség történelmét. Ennek az arvisura írásnak könyörtelen törvényei vannak. Újból bocsánatát kell kérnem, hogy az első oldalon nem tudtam befejezni a mondani valómat, de a megérthetőség kedvéért elmondom, mi is történt velem a közös hobbingon. Szalavári tura kérése alapján 1955-ben leírtam az én hősömről a 348. arvisurát, és kapitányunk kíséretében egyedül bevittem dr. Zsirai intézetébe, ahol az öreg tudós emlékezett az öreg sámán ígéretére, hiszen az első világháború alatt a tura nagyapja mentette meg az életét. Viszonzásképpen ki akarták adatni az általamért arvisurát, de annak a kiadását 1956. decemberére tűzték ki, a hosszú kifutási idő miatt. Sajnos ekkor mással foglalkoztak az emberek, és nem könyvek kiadásával. Ebben a könyvben az Arvisura törvények szerint a Mansi rejtét oldottam meg. Az 1965-ös partizán találkozónk alkalmával harcostársaim jóvá hagyták, hogy oldjam meg az úsz úszkérdést, ugyanis a stretchnói átadó Medvetoron engem úz származásúnak minősítettek, és 1975-ig nyilvánosság elé kell vinnem az arvisura rovás törvényei szerint az úz kérdést. Ennek az első felével már készen vagyok. Ebben a könyvben le kell róni az eddig ismeretlen úz nép 6000 éves történetét, amelynek részletei hajszál pontosan megegyeznek az ön által eddig ismert adatokkal. Ugyanis amikor a hunok zöme Aladárral a, a Kárpát-medencéből már kivonult, az úzok és kabarok egy része, valamint a 24 hun törzs szövetség töredékei visszamaradtak, és a termékeny területekre nem engedtek be más népeket. Ennek a tíz tyumennek harmadik fejedelem asszonya volt, de édes aranyasszony unokája, Ilona fejedelem asszony. Ennek az Ilonának apja, Szanka, avar származású fősámán volt, aki lerajzolta Attila sírját, édesanyja a kun származású majsa volt aki férjével Aba újvára költözött, mert a sámán székhelyek között a legvédettebb volt. Csaba egyetlen fia Zsolt vette feleségül, aki széki hun származású volt, de igen korán vadászat közben egy vadkan halára sebezte és meghalt. Sziktivárnak a Buda vejének halála után a 4552. medvetoros évben lett a visszamaradók fejedelemasszonya, mint a Csaba unokája, aki minden rokon törzsbeli bevándorlókat befogadott, hogy birodalmát erősbítse. Így a besenyők is befogadást nyertek, de őket az összes törzsi szállások között szétszórta, mert izgága természetük miatt így tudott nyugalmat teremteni. Az úz közé is telepített egy csoportot, akit a marúzok egész szépen megszelidítettek. Erről írták a külföldi krónikások, hogy az Attila birodalmában különböző török törzsek legeltetik nyájaikat. Egyébként az úzok, akik nem engedték szétesni a Kárpátok koszorúzta 24 hun törzsövetséget, három tyumenből állottak. Északon a palúzok, keleten a marúzok, míg délen a daragúzok tyumenje őrizte az Attila által megalkotott hun birodalmat. De édes aranyasszonynak kilenc fia és öt leánya született az arvisurákban engedélyezett három férjétől. Első férje a marúzok tyumen vezére Maros volt, és a Torockó nevű leányuk az avarszármazású Bécshez ment feleségül, akinek a fia volt Szanka, aki nekese után fősámánya lett a 24 hunt szövetségnek. Akinek az első felesége a kunszármazású Majsa volt, és az első leányuk Ilona volt, akit Zsolt vett feleségül a széki hun, Csaba királyfi egyetlen fia. Ilyen viszonyok között joggal választották meg a visszamaradt hun törzsek a fejedelem asszonyuknak, főként erélyes természete miatt. Amikor édesapja másodszor megnősült, a ma is a halála után átadta az arvisura rovás jogát Szögednek, aki Attila sírjánál ütötte fel a sámán központot, míg Szanka fősámán Altály Budára tette át a székhelyét. Amennyiben érdekli önt a szankaféle, azaz 269. arvisura általam lemásolt latin írásos sorai, úgy szívesen bocsátom betekintés véget nagy becsű rendelkezésére. Legőszintébb tisztelettel, Pál Zoltán.